tanárát, Vas Vilmos, az ELTE Nevelés-Tudományi Intézetét, ugye? Aki, mint látjuk, motiváció új értelmezése témában fog előadni a számokat. Csak a tanár úr, parancsoljon, készítem rá pályát. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindnyájuknak. Engedjenek meg annyi személyes élményt, hogy 2 évvel ezelőtt találkoztunk a Bolyai Akadémián Csíkszeredában, és hát akkor ott egy nagyon jó hangulatuk is túl a keretén belül. Említés történt arra vonatkozóan, hogy én már annyi fele jártam, és nagyon jó lenne, hogyha eljönnék Kárpátaljára. Én tettem egy tétova ígéretet, hogy én el fogok jönni. Általában ezeket a tétova ígéreteket illik betartani, úgyhogy tényleg nagy öröm, hogy itt vagyok. Én annak idején Lembergben voltam egy 15 évvel ezelőtt egy Európa Tanácsi konferencián, de egyébként nekem nagyon nagy élmény, mert hát Felvidéken, Erdélyben, minden környéken lévő területen sikerült valamilyen szinten tanítanom vagy előadást tartanom. Ennyi a reklámhelye. Amiről én beszélek, az egyik divatos szóval élve forró témája a neveléstudománynak, nem csak a neveléstudománynak be fogom önöknek bizonyítani, hanem az életünknek is. Ez egy életszagú téma, a motiváció. Én a diáimat itt hagyom, tehát ami itt van, az fönt van a gépen, megkönnyítvén a jegyzetelésüket. Előre szólok, hogy nem tartok sehol a világon olyan előadást, hogy veszek egy levegőt, és másfél óra múlva kifújom. Teszem ezt azért, mert a cím mögött, az új értelmezés mögött van egy olyan gondolat, hogy én 31 éve tanítok magyart és történelmet is, és hát én a háromszögekben hiszek. És az első háromszög, amiért én itt vagyok, és elvállaltam ezt az előadást, az egy olyan fajta háromszög, hogy miért is jöttem én ide. A legelső dolog az, hogy én nagyon támogatom azt, hogy közösen fogunk tanulni. Nagyon sok mindent be fogom bizonyítani. Tehát az egyik dolog, amiért én jövök, hogy együtt tanulunk. A másik egy nehezebb ügy, hogy közösen fogunk gondolkodni. Még bizony péntek reggel, egy fáraszt hét után is, megpróbálkozunk közösen gondolkodni, ennek megvan a technikája. Tehát tanulás, gondolkodás, és figyeljük meg, a háromszög harmadik csúcsa lesz a legzseniálisabb, legendás hívják a magyarok erről, ez a kreativitás. Néha még kreatívak is leszünk. Tehát egy ilyen háromszöget, hogyha fölrajzolnak maguknak, vagy így gondolnak, hogy a tanulásért, a gondolkodásért és a kreativitásért történnek a dolgok, akkor abban a háromszögben 2 dolog történhet, az egyik, hogy belekerül a motiváció a háromszög közepébe, mert ez a kulcsa az egésznek, hogy mi tanuljunk, gondolkodjunk és kreatívak legyünk. És azért hívom én ezt Bermuda háromszögnek, kedves kollégák, néha eltűnik, kezdjük csokkolom, néha eltűnik ebben a gyerek. Most én megpróbálkozom bebizonyítani, hogy ebben a motiváció volt középen, tehát tanulunk, gondolkodunk és kreatívak leszünk. Ennek megfelelően egy csomó mindent meg is fogunk csinálni. Annak az ősi angol száz elvnek a gondolata mentén, hogy learning by doing, tehát ha csinálunk valamit, akkor tanulunk. Tehát tanulás, gondolkodás, kreativitás. Persze 2013-ban tartom ezt az előadást, kollégák, és nézzük meg, hogy mit követtem el én 8 óra előtt pár perccel. Erről a témáról fogok én előadást tartani, hogy motiváció. Általában a pedagógusok nagy része, a diákok meg főleg, nézzék meg, hogy mit csináltak. Beírtam a legnépszerűbb keresőbe, 8 óra előtt pár perccel vagyunk a mai napon, ezt, hogy motiváció. Tehát, hogy erről fogok előadást tartani. Világ számos pontján a pedagógusok így készülnek az óráikra, a tanulók meg főképpen. Nem tudom, a jó személyek látják-e, jó személyek szerintem látják, azt a rengeteg nullát, ami ott van, meg is adatom. 190, és van még hozzá 6 darab nulla. Említettem, hogy magyar történelmi szakos vagyok, fogalmam nincsen, hogy mekkora ez a szám, de hogy nagyon nagy, az biztos. Nem véletlenül írtam be angol nyelven ezt a motivation. Ez egy nagyon nagy szám. Abban a háromszögben, amiben fogunk gondolkodni, tehát tanulás, gondolkodás, kreativitás, van egy nagyon fontos mentális pont, és ezt halkan fogom mondani, nem a felvétel miatt, hogy nem lehet napjainkban mindent elolvasni. Mert én sem olvastam el ezt a 190 milliós nagyságrendű motiváció foglalkozó anyagot. Persze szűkíteni lehet,
Tehát nem lehet mindent elolvasni 2013-ban. Ezt azért mondom halkan, mert emlékében véget ért a vizsgai időszak az ELTE-n. És képzeljék el, hogy a legtehetségesebb hallgatom, a legkreatívabb, akivel legtöbbet gondolkodtam együtt, bejött hozzám szigorlatozni. És így ült velem szemben. Kiúszta a tétet. És egy percig néma csöndben néztük egymást. És ugye halvány fénysugár bukkalt elmény a tekintetéből, rám nézett mosolyogva, és közölte velem, hogy a tanárról mondta azt, hogy nem lehet mindent elolvasni. Én ennek kifejezetten örültem. Képzeljék el, kedves kollégák, hogy 15-ször másfél óra után az én egyik legjobb hallgatom, ez az egy mondat megmaradt, hogy az elején ezt mondtam neki, hogy 2013-ban nem lehet mindent elolvasni. Mit csinál ilyenkor egy nem egészen kreatív, nem gondolkodtató iskola? Megköszöni a részvételt, elkéri az indexét, beírja az elégtelet, nem ez a dráma benne, hanem azt mondja, hogy gyere vissza egy hét múlva, és olvassa el mindent. Ugye reménytelen vállalkozás. Mit csinál egy magamfajta gondolkodtató, kreatív, tanulásközpontú ember? Föltettem azt a kérdést, amit leginkább az 5 éves gyerekek kérdeznek, a 4-5 éves gyerekek. Például az én fiam annak idején 1 perc alatt 44-et kérdezett. A kérdésének az üme úgy kezdődött, hogy miért. És megkérdeztem a hallgatót, hogy maga szerint miért nem lehet mindent 2013-ban elolvasni. És ekkor megtörtént az, amit én úgy nevezek, hogy MPP. Tessenek fölírni az MPP-t, mert remélem gyakran átérték MPP-t. Tudják mi az MPP? Az a magasztos pedagógiai pillanat. A magasztos pedagógiai pillanat, kedves ruhák, arról szólt, hogy elkezdtünk gondolkodni a teremben ketten. Nem én gondolkodtam el azon, hogy most elküldjem ezt a hallgatót, vagy ne küldjem el, az nem egészen kreatív gondolkodás, hanem föltettem neki azt a kérdést, amit a 4-5 évesek is föltesznek, hogy miért? Tehát miért nem lehet elolvasni mindent 2013-ban? Az MPP azt jelentett, hogy elkezdtünk gondolkodni. 4 lépését elmondott nekem, ebből 2 nagyon jó a hagyományos iskolában, további 2 a motiváció alapú iskolának a tulajdona. Így a péntek reggeli szemüket végignézve, a pupillák kicsit szükségre ez nem baj, a legelső lépést könnyű kitalálni, amit a világon mindenhol megcsinálnak, hogy meg kell keresni, meg kell találni, oké? Okay? Ezt úgy hívja a pedagógia ősi tudomány, hogy információszerzés. Ugye milyen szépen hangzik? Tehát így beírja az ember. Ez az első lépés az 5 évesnek, a 20 évesnek, a 88 évesnek nagyon jól megy. Szerintem a világon mindenhol. Tehát megtalálni, megkeresni, megszerezni, ez az első lépés, ez pipa. Erre rájöttünk a hallgatóval, hogy igen, meg kell találni. Ilyenkor szoktam megkérdezni az ELTE-n egyébként ez a pillanat, hogy nehezítsünk. Az én pedagógiai kultúrámnél kukulogatni ott kell, hogy igen, nehezítsünk. Ebből tudják, mi következik. Drámai mentális pillanat következik ez ügyben, mert nekem is be kell vallanom, hogy nem tudom átadni a tudásomat. Egy csomó hallgató megfogalmazza az elején, amikor elmondom nekik, hogy én azért jöttem, hogy tanuljunk gondolkodni kreatívak legyünk, közli velem az egyik hallgató, hogy ő azért jött ide, hogy átadjam a tudásomat. Ugye milyen könnyű, becsomagolva a vas összes. Tessék, parancsolj. Nem tudom megcsinálni. Tehát nekem is meg kell szereznem, nekem is meg kell találnom. Ettől macerás a pedagógus világa is. De az első lépésben állítólag a tanárok, nem is állítólag, kutatások alapozva megtalálják. Oké. Látom, kitalálták a második lépést, hogy válogatni kell ebből. Ez nagyon sok. Ilyenkor bologatniuk, hogy persze kitalálták. Oké. Válogatom. Szempontokat, gyönyörű szempontokat imád a pedagógus adni a tanítás során. Millió egy szempontot adunk. Én mondok 3 cserébe a figyelmüket. Képzeljenek el egy olyan szempontot, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy én motivált maradjak. Milyen tudás? Milyen képességek kellnek hozzá, hogy én ezt működtessem? És figyelem a háromszög harmadik csúcs, hogy milyen attitűdök kellnek ehhez. Rajzolják csak fel ezt a másik háromszöget. Tudás, képesség, attitűd. Gyönyörű. Az, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy én motivált maradjak, itt nagyon rossz hírem van. Állandóan megújuló tudásról van szó. Ha én 2 év múlva jönnék ide, és ugyanezeket a dolgokat mondanám, nem lennék versenyképes a szakmámban.
Ez nem az informatika, kedves kollégák, a nevelés tudomány egyik ága. Kicsiki mi jelentősága? De nem lennék versenyképes. Tehát nekem állandóan pöhögni kell az agyamnak, hogy ez megújuljon. Ráadásul még további nehezítést mondok, hogy ez a tudás, hogy mondja a szakmám, ez egyre interdisziplinálisabb. Olyan dolgokat kell nekem elolvasnom, kedves kollégák, én magam sem hittem volna, hogy sportélettan, idegtudomány, közgazdaságtudomány, tehát nem, hogy mondja a német, nem egyfe didaktika. Ugye egyfe didaktikát is nagyon jó olvasni, csak néha belealszik az ember. De mennyivel jobb ezekről a határtudományokra, én magatartástudományba fogok hivatkozni az előadásban, ez a tudás, tehát nem elég, hogy egyre gyorsabban elérül, hanem ráadásul egyre tantárgyközi lesz. Milyen képességek kellenek hozzá? Itt megíró szívem van. Van körülbelül a 80-as évek óta olyan 600-700 képességünk, amelyek működtetik ezt. Én elmondom az első kettőt a 80-as években, amit az OECD fölmért. Senki nem gondolna, hogy ez a két legfontosabb került elő a 80-as években. Az első ilyen képesség, az a változások kezelésének, megértésének a képessége, aki tud angolul, handling the changes. Tehát hogyan kezeljük a változásokat? Ebben azért különbözőek vagyunk, látom a szemükön. Tehát van, aki lubickol az állandóan, rohamosan változó világban, van, aki meg úgy fél tőle. Nekem egy amerikai oktatás kutató barátom mondta az egyik legjobb mondatot. Azt mondta nekem, hogy napjaink rohanó világában ahhoz is sietni kell, hogy egy helyben maradjunk. Ez tök jó, nem? De napjaink rohanó világában ahhoz is sietni kell, hogy egy helyben maradjunk. Ezért nehéz kezelni ezt, mert ez nagyon gyors. A második ilyen legfontosabb képesség, az sem rossz, angolul ez sokkal rövidebb volt, timing. Mit tudunk kezdeni a 24 órában? Ugye időbeosztás. Tehát változás, időbeosztás. És figyeljék meg, kedves kollégák, attitűdök. Tehát milyen attitűdök kellenek ahhoz, hogy én motivált maradjam, sőt, még erősebb legyen a motiváció. Tehát tudás, képesség, attitűd. Már el tudunk igazodni ebben a dzsungelben. Van egy jó hírem, azt tartják az agykutatók, ez a szenzációs figurák, hogy a múltkor volt Belgiumban egy konferencia, ahol ilyen idegsebészekkel meg agykutatókkal jöttem össze, de egészen érdekes figurák voltak, és tök jó dolgokat meséltek az agyról. És közölték velem ezek az idegtudományi emberek, hogy ez a nevelés tudományi háromszög, hogy tudás, képesség, attitűd, ezt mi lenne, hogyha egyszer megfordítanátok, és kezdjétek már az attitűdökkel? Attitűd, képesség, tudás. Tök jó, mert az attitűdök világában nagy dolgok vannak. Hogy én mennyire vagyok nyitott, mennyire vagyok csodálkozó, mennyire vagyok rugalmas, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na, eddig tart a sikersztori. Tehát hogy volt ez a népmesében? Ugye elindultunk, egyszer volt, hol nem volt, megtaláltuk, válogattuk. Oké? Okay? A harmadik lépésnél lemarad a magyar oktatás. Bizonyítottam. Ide be kell építeni. A tanulás tudományában az egyik paradigma azt mondja, hogy ide konstruálni kell. Mert mindenkinek más az érdeklődése, más az érdeke, más a fáradtsága, más a háttere, hogy ő hogy építi be, amit hallott. Rossz hírem van, nagy pedagógiai naivitás azt hinni, hogy az előadás végén mindenki azonos tudással megy ki az ajtón. Ez nagy naivitás. És ez nem baj, attól vagyunk emberek, hogy ez különbözőképpen csapódik le. Különböző időpontban értünk meg dolgokat. Különböző módon konstruálunk. Oké? Okay? Mi történik a pedagógia gyakorlatában? Drámai a dolog. Egy pedagógus rohangál az osztályteremben, és azt csinálja, hogy konstruálok, ugye át is, hogy konstruálok. Ebben kettes projekt nagyon el lehet fáradni, nem? Egy pedagógus egymagában konstruál vagyunk, 6 órán keresztül. Nemrégiben kaptam egy jó könyvet a Tengerdzsúról. A könyv címe volt a legjobb egyébként. Most figyeljenek, mi volt a könyv címe. Sose dolgoz keményebben, mint a diákjaid. Ez tök jó könyv cím, nem? Sose dolgoz keményebben, mint a diákjaid. Hát ha a pedagógus 6 órán keresztül ő konstruál mindenki helyett, én nem tudom, hogy vannak vele. Itt nálunk Magyarországon benézünk egy tanári szobába, mondjuk a második óra után. Azt látjuk, hogy hullafáradt pedagógusok isszák a kávéjukat, a lényeket, és arról beszélgetnek, hogy fú, a hatodik órában jön a legendás fiú, hetedik B, mit fogok velük csinálni? Na most nem ez az izgalmas, hanem hogy az a hetedik B mit fog csinálni.
De gyerekek mit csinálnak? Tehát hogy volt, hogy megtaláltam, válogattam, beépítettem. A jelenti, hogy eddig kitűnően kóstolálnak, cserébe elmondom a negyedik lépést, amire rájöttünk a hallgatóban. A negyedik lépésnek az a szakmai neve, hogy tudás transfer. Hogy hogyan tudom én ezt felhasználni önző módon, alkalmazni. Csak kétfajta transfer van, kedves kollégák a világon. Van egy kognitív, begyakorolt, rutinszerű transfer. Ezt ismerjük szerintem. Ez úgy van, hogy ha A1, akkor B2, aztán C3, aztán D4. Ugye volt egy ilyen jó játék találcsője. Ebben nagyon jók a magyar diákok a felmérések szerint. Be tudtak algoritmizálni dolgokat. Ha ez a tantárgy van, ez a néni, akkor így csináljuk. Ha az a tantárgy van, az a bács, akkor így tanul. Ez tök jól működik. Egy-két gyerek még föl is tudja használni, amit tanult. De nem ez az igazi transfer, ez nem motiváció alapú. Ez az én motivációmon múlik. Van egy kreatív transfer. A gyerekek az iskola kezdetén, számos gyerek azt mondja nekem, hogy ha A1, akkor Z8. És mit mondok neki, hogy gyere vissza a B2-re, ma az jön. Innentől kezdve ezeket a gyerekeket elveszítettem. Pillanatokat elveszítettem, 10 éves korukra a kreativitásuk 38%-ra csökken a 98-on, állítja Kerbe Bézon, rá még hivatkozok. Tehát a kreatív transfert hogy fogjuk elérni? Micsoda dolog következik egy számból, egy Google adatból? Google-re is még hivatkozom a későbbiekben, tehát megtaláltuk, válogattuk, beépítettük és kreatív módon felhasználtuk. Na eddig jutottam el a hallgatóval, hogy miért nem lehet mindent elolvasni. 2013-ban, és micsoda háromszögek vannak mögött a kedves kollégák. Szerintem menjünk tovább motivációiban. Visszatérjük a diához, ide bárki beírhatja a Google-be egyébként, hogy mi történt. Hát ennyi minden történt, és hogy innentől kezdve megyünk az előadásra. Újabb háromszó jön. Az előadásomat úgy építettem föl, hogy miért fontos a motiváció, hogyan érdemes ezt megcsinálni, és miről is beszélek? Tehát miért, hogyan, mit? Ha 100 évvel ezelőtt találkoztunk volna, 1913 fantasztikus esztendejére, ha gondolnak, nem ez lett volna a logikája az előadásnak, hogy miért, hogyan, mit, hanem pont fordítva mit, hogyan, és sosem jutottunk volna el a miértek. Pedig a gyerekeknek a zöme, még az elején, úgy gondolkodik, hogy miért fontos ez nekem. Tehát nem szabad úgy kezdeni egy előadást, hogy a motiváció 23 ezer fogalmát bemutatom maguknak didaktikusan. Semmi értelme nincsen. De miért írja egy népszerű könyv azt, hogy valóban a motiváció a lényeg? Tehát miért fontos ez? Van egy nagyon rossz hírem, hogy nem a neveléstudomány kezdett el ezzel foglalkozni először. Tehát nem minket bizgerált szakszerű szóval élve, hogy miért nem vagyunk motiváltak. Az a világ, amelyik először foglalkozott ezzel, nem meglepő. Mondtam, hogy interdisziplináris lesz. Az leginkább a kutatás és a gazdaság világa. Nem tudom, hogy vannak vele, vannak letehetetlen könyvek. Ilyen például Marx Györgynek a Marslakók érkezése című könyve. Ebben 20 marslakó, 20 magyar kutató, őket nevezték marslakónak, elmesélik Marx György kutatónak, hogy miért lettek ők marslakók. A dráma abban van, hogy a marslakók nagy része az nem Magyarországon marslakó. Többek között az egyik kutató, figyeljék meg, hogy mit mond, leteszi a voksot a belső emberi ösztönzés mellett. Az állandó nyughatatlanság. Látom, rögtön össze is kapcsolták, hogy belső motivációról szól, még valaki az instinktív szót is tudja, gyönyörű szikoldattétel gomb. Nekem az előadásom mögött ez a belső emberi ösztönzés van. A gazdaság világa kezdett el ezzel foglalkozni. Figyeljék meg, hogy milyen az első emberi ösztönzésben. Mit mond a gazdaság üzenete? 2010-ben vagyunk. 2010-ben? Mi történt 2010-ben? Valaki kíváncsi rá? Ez az? Jó reggelt kívánok! Az Európai Uniónak egy úgynevezett zöld könyvének adatait fogom hozni. Az Európai Unióban a kreativitás, motiváció, innováció háromszögében gondolkodva
figyelj meg, 5 millió új munkahelyet teremtett ez a világ. 5 millió új munkahely abban az Európai Unióban, ahol pontosan tudják, hogy Spanyolország, Portugália egyéb munkanélküliséget adatai, hogy vannak a fiatalok körében. Ez 5 millió új munkahely. És 2,7%-kal növelte meg ez a háromszög, tehát kreativitás, innováció és motiváció háromszöge, azt a kis szegényes EU-s GDP-t. Tehát a gazdaság az utóbbi 50 évben rájött arra, hogy nem tudja innovációban, kreativitásban megnyerni a versenyt, ha nem foglalkozik másképpen a motivációval. A gazdaság tudományáról én a legjobb dolgot a magyar fiatalok körében találtam. Figyeljék meg a gazdaság üzenetét. 26 magyar fiatal, valaki telefonos segítséget, mi úgyis elmondom az egészet. Én akkor is elmondom. Oké. Ez az a konferencia, kedves kollégák, Magyarországon minden évben, ahol 30 év alatti fiatalok, amit kitaláltak, az ő innovációjukat mutatják be, 30 év alattiak. Díjazzák, tehát innovációs díjakat kapnak. És nem ez az érdekes, hanem nagyon jó dolgokat mondanak. Olyan dolgokat mondanak, hogy két idézetet fogok hozni 30 év alatti fiataloktól, ami igen figyelemre mérhető. Nézzük meg az első. Első idézet. Váró Péter fiatal ember, az egyik díjnyertes, innovátor, nemes egyszerűséggel azt mondja, hogy szép dolog ez a sikerorientáltság, milyen szép szó, de valójában ami az idézet mögött van, kedves kollégák, ilyen rész összefoglalásként kerülne be a naplóba, az azt jelenti, hogy céltudatosság. Ezek a fiatalok, ezek céltudatosak. Első lépés a motiváció felé vezető úton. Tehát tudják azt, hogy mit akarnak. Tántoríthatatlanul. Nem tudja őket eltántorítani ettől a közoktatás rendszere, a felsőoktatás rendszere, pedig mindent megtesz, hogy kijöjje a kreativitásukat, higgyék el nekem. De ők tántoríthatatlanul hisznek valamiben, és jól tudják azt, amit kitaláltak, az nagyon jó. Ez az, amit úgy neveznek, hogy ötletgazdagság. Mi jut eszedbe arról, hogy motiváció? Ezt elég hamar kitalálta a gazdaságvilág, ezt úgy nevezik, hogy brainstorming. Az agyunk viharzik. Mi jut eszedbe arról, hogy motiváció? Tök jó. Ez a fluenciának, az ötletgazdagságnak az első lépése, az agyunk viharzik. Megcsináljuk ennek a csoportnak, legyen a pénteki csoport, oké? Innentől kezdve ez lesz a nevünk, hogy Pécsó, jó? Pénteki csoport, jó? Ez a Pécsó. Megcsináljuk a Pécsónak, tehát a pénteki csoportnak a top 10-jét, ugye milyen jól hangzik? Hogy mi jut eszük be arra, hogy motiváció? Tapasztalatom szerint ilyenkor szokta az érteni hallgatóság elkerülni a tekintetemet. Jaj, csak nem, hogy nekem kelljen valamit mondani. Nem. Pedig a bátorság, az a céltudatosság és az ötletgazdagság mögött bizonyos van. Bármit mondhatnak nekem, ami a fejükben arról szól, hogy motiváció. Mi az, ami elsőre eszükbe jut arról, hogy motiváció? Akár be is lehet kiabálni. Ösztönzés. Hajrá, Pécsó, ez az. Akarat. Ösztönzés. Akarat. Figyelemfelkeltés. Figyelemfelkeltés. Érdeklődés. Érdeklődés. Ez top 4, ez még csak 4. Életcél. Életcél. Még top 5. Ezzel mi van? Na még ötöd. Motiváció. Gyerünk. Agyunk viharzik. Kíváncsivá tétel. Oké. Okay. Kíváncsiság. Kíváncsivá tétel. Nekem jó ez így péntek reggel a kíváncsivá tétel is. Na még négyet. Motiváció. Motivál. Hát ha valaki a latin ősi eredeti jelentését is tudja ennek a szónak. Movere. Mozgatni, ugye? Tehát valami mozgásról van szó, itt mozogva gondolkozunk át. Megindítani. Megindítani, a csoport szóvívője. Csak szereti bizalmi, ez nagyon jó. Kialudta magát, az se rossz. Ez most benne van a brainstorming, jó? Ez is motivál, ha valaki néha alszik egy kicsit, oké? Okay. Ez már 8. Még? Én ilyen szeretetlen pali vagyok. Érzelem, ez az. Na még egyet, valaki mentse meg a Pécsót. Ilyen a tizedik, motiváció. Érzekel, tétesz. Tényleg kialudtam magát, oké? Okay. Jó. Valaki ott sutyorgott valami. Az, hogy hallgassuk el. Jó, ezt így belemegint, besutyorogják és elhallgatják. Jó, nem
lettél fiember mégis. Alkotói vágy. Hallgatói vágy, oké. Van hallgatói, alkotói. Alkotói vágy, az sem. Alkotói vágy. Most ez a brainstorming, ami innen jön, tehát céltudatosság, ötletgazdagság. Ajánlok figyelmükbe néhány magyar nyelvű könyvet, így Bekelinén érdeklődtem, azért néha hozzá lehet ezekhez jutni, ezek nagyon jó könyvek. Kitűnő alkotóktól, kitűnő motiváció alkotóktól. Úgy hívják például az egyiket, hogy Edward de Bono. De Bono egy fantasztikus tréner. Edward de Bono olyan 30 éve tréningezget. Először cégek hívták meg de Bonót, azért hívták meg cégek, hogy a motivációval baj van. És de Bonónak 2010-ben megjelent a HVG könyvek sorozatával egy kis vékony könyvecskéje. Kezdjük sokan, küzdjön meg az ajtóval, az is motivál minket, ez az. Nagyon jó. Ez. Így van. Hát így kell belépni a színpadra szerintem. Tehát mindenki fölfigyel az ember. Jó, Edward de Bono, 2010-ben vagyunk. Könyvének az a címe, kedves kollégák, a kreatív elme. És ebben de Bono leírja, ezt el tudjuk képzelni, hogy elment Japánba egy acélipari céghez. Mindig el tudjuk képzelni. Csinált egy brainstormingot így, péntek reggel. 24 ezer darab ötletet kipasszírozott a japán acélipari cég munkásaiból. 24 ezer ötlet így röpködött a levegőből. Nyilvánvaló az ötletbörzének ez az egyik előnye, hogy szabadon röpködhetnek az ötletek. Tehát motivál. Részt veszek benne. Tök jó. Ez az agy, ez az ötletbörzének a lényege. De mit lehet kezdeni a 24 ezerrel? Az már megint olyan sok. Mert nagyon fontos szabály, én egy kicsit megszegtem ezt a szabályt, amikor közbeszóltam magának, hogy nem szabad az ötletbőrzénél értékelni. Tehát nem szabad azt mondanom, hogy hú, de jó ötlet volt, meg nem szabad azt mondani, hogy ez mekkora hülyeség volt. Ezért az ötletbőrze mögé kell valami struktúra. Tehát nem elég csak begyűjteni az ötleteket. Tehát Edward de Bono kreatív elmében a 24 ezer ötlet, ugye mi tizet szedtünk össze motivációiban, most már tudjuk, hogy mozgatni, az egy jó dolog. Na de mit lehet kezdeni ezzel a 24 ezer ötlettel? Ebben a könyvében ő, a Kreatív Elme című könyvében, most figyeljük az alcímre, az tiszta amerikai, 62 gyakorlat a kreativitás növelésére. 62 gyakorlat. Elképzelem az amerikai tanárt, hogy megveszi a könyvet, valami ilyesmit szokott mondani, hogy wow. Ugye, mert azt hiszem, hogy ha megcsinálja 62 gyakorlatot, akkor hogy milyen kreatív lesz. Lazításképpen az előadás ebben a menetében, mert úgy értjük meg a gazdaság üzenetét, csináljuk meg mondjuk a 21-est. Más úgy sem tudnak mondani, mint hogy jó. Persze, hogy megcsináljuk a 21-es devoló feladatot. Ez egy történetmesélés. Azt találja ki devoló, nekem be kell gyűjtenem 4 szót. Nem lehet a szavak között asszociáció, de nem mondhatják azt, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, oké? Okay? 4 bármilyen szó lehet. Jegyezzük meg a szavakat. Mondjon egy szót. Bármilyen. Tavasz. Na, hogy sok kreativitását le vagyok állva. Más, nem elég szintén. Bármilyen. Falá. Falá. Oké? Okay? Falá. Második szó. Fehér. Fehér. Paradicsom passzírozó. Paradicsom passzírozó? Aztán ide. És egy utolsó? Nem asszociáció. Buli. Buli. Jó. Mi volt az első szó? Falá. Nem. Mi volt az első szó? Falá. Az, falá. Ez lesz kérném szépen a történetnek a helyszíne. Egyszer volt. Jó, nem volt. Ja, falá volt azért valami van. Mi volt a második szó? Mi volt? Fehér. Fehér. Ez lesz a történetünknek a főszereplője. Mi a főszereplő? Tehát egyszer volt, hol nem volt, ugye a falában fehér Juncsika, stb. Stb. Harmadik szó? A paradicsom passzírozó a történetünknek a kulcs szava. Ez fontos szó, ez ott kell. Minden a paradicsom passzírozó környékén történik. És mi az utolsó szava? Buli. A buli lesz a végkifejlet. Ez a Hollywoodi finálé. Tök jó történetek alakulnak ki, így, hogy 4 szót begyűjtök. Képzeljék el, hogy elmegyek egy óvodához, kreativitás, motivációt erősíteni, eljutok eddig a részig, és elkezdem gyűjteni a szavakat.
És oda megyek az első hölgyhöz, mondja nekem egy szót, így rám néz ilyen tekintettel, és azt mondja nekem, hogy szerelem. Jó, oké, rendben van. Szerelem, rendben van, akkor megyek tovább. Oda megyek a másik hölgyhöz, mondja nekem, hogy párna. Jó, nagyon jó, de jó, párna, jó van akkor. Megyek tovább, oda megyek a harmadik nőhöz, azt mondja nekem, hogy asztal. Ha mondom, az én történetem megvan, de most hagyják abba, mert nem tudok előre. Most tele van devónó ilyen történetekkel, tele van ilyen feladatokkal, hogy lehet növelni a kreativitást. De az alap, figyeljék meg, az a céltudatosság. Nem könnyű. Tehát azt hiszük, hogy a 62 játékos feladat, hogy játszunk egy kicsit, az milyen jó. Figyeljék meg, a dominánsan jobb agyféltek és gyerekeink, azok mennyire kritikusak. Berongyolunk az osztályteremben, és azt mondjuk a gyerekeknek, hogy fú, gyereket játszunk egy kicsit, mert itt volt a hasfőmos, és azt mondta, hogy a játékhoz nagyon fejlesztő. Ez működni fog. Második órán mennyiben megyünk, fú, gyereket játszunk egy kicsit. Ez még úgy működni fog. Amikor ezt a harmadik órán is megcsináljuk, általában az első sorban jönnek mindig a domináns nagyobb bajféltetések, az egyik biztos, hogy jelentkezni fog, és azt fogja mondani, hogy hát tanár úr, hát ez olyan unalmas, ha meg így játszunk, ha ne csinálja ezt, hogy állandóan játszunk. Miközben van egy jó módszerem, én állandóan ezt erőltetem. Mi a nehézség benne? Figyeljék meg, mit mond ez a fiatal ember nekünk. Gyönyörű lesz. Hát persze, ötleteink azok vannak. Figyeljék meg az ötleteim zöme, emögött vagy valamilyen életszerű probléma van. Képzeljék el mondjuk, hogy én elindulok Beregszászra, persze leszakad a felső vezeték, leszállítanak a vonatról, ugye vonatból globusz, stb. Nem ez a izé, hanem itt mondjuk a gombom, így leszakad. Senki nem gondolja, hogy egy varrókészlettel indulok el Beregszász felé. Remélem nem. Ugye? Csak ez a probléma, és ilyenkor jönnek az ötletek. Hát amikor becsapja a szél az ajtót, amikor valami gond van, tehát életszaga van a dolognak, tehát akkor jönnek sok ötlet, amikor előjön valami mindennapi probléma, tele vagyunk ilyennel, ezt meg kell oldani. Ráadásul figyeljék meg, hogy a probléma mögött nagyon sok kérdés van. Egy olyan mondatot írjanak föl most maguknak, copyright by Vasfilmos, hogy a jó kérdés aranyat ér. Bizony aranyat ér. És nehogy azt higgyék, hogy a pedagógusok kérdéskultúrájáról beszélek, mert ez is fontos. Persze. A magyar pedagógusok rohadt sokat kérdeznek a tanulmányban. Tényleg sokat kérdeznek, persze egyre kevesebben válaszolom a kérdéseinkre, oké? Vagy ha senki nem válaszol a kérdésemre, akkor én megválaszolom a kérdésemet. Jó reggelt kívánok! Jöjjenek, ez itt csokkolom. De hogy tovább kell mennem. Az, amiről beszélnek a probléma és a kérdés mögött, kedves kollégák, a tanulók kérdéskultúrájának az erősítése van. És tudják, milyen egyszerű eszközzel lehet ezt megcsinálni, hogy kérdezzenek a diákjaim. Ugye a jó kérdés aranyat ér, csak azt tudja, aki tud kérdezni. Birminghamben, 2007-ben, 2000-ben voltunk egy nagy konferencián, sikerült bejutnom a fejlesztő értékelő gurúhoz, Dylan Williamhez. 150-en voltunk a teremben, nem így ültünk ám. Kör alakú asztaloknál ültünk. Mindenki kapott, képzeljék el kollégák, kartonból kivágva három színű csészét. Pirosat, sárgát, zöldet. Fogalmam nem volt, hogy mi az. Mellettem ült az angol iskola igazgatóasszony, az előadás második percében fölemelte a piros csészeit. Mire gondoltam én Árpádföld felé félútról? Én arra gondoltam, hogy mi az, nem kapott teát, mit integet. Hát ott van, oda megy, vesz magának, azt visszajön. Másfél óra alatt, kedves kollégák, ez a piros csésze, kiderült, hogy ez a kérdés csésze. Tehát neki kérdése volt. Ő kérdezett. 26-szor röpködött a levegőbe, kedves kollégák, a piros csésze. Ami azt jelentette, hogy bármikor belekérdezhetnek az előadásba. Az a döbbenet nekem, én most egy hónapig Bécsben is tanítottam az egyetemet, de tengeren túlon is, hogy nem tudok úgy előadást megtartani bizonyos pontjain a világnak, hogy ne kérdezzem bele. És ezzel nem kell megsértődnöm, hogy mit kérdezzem, ne kérdezzem. Mert a kérdés nagyon világosan jelzi az érdeklődést, a kíváncsiságot, a motivációt. Mi történik Magyarországon? Elég sok konferencia előadást tartok, így vége az előadásnak,
Megáll mellettem a főszervező, ilyen sejtelmes mozdulattal, még sejtelmesebb hangon körbenéz, és azt mondja, hogy na kinek van kérdése? Nézzek rá, hogy most ez mi? Miközben én azt mondom, hogy a jó kérdés aranyat ért, ő meg megáll mellettem, és ilyen fenyegetően körbenéz, hogy na kinek van kérdése? El lehet képzelni, hogy hányan kérdeznek, ugye? Pedig a jó kérdés tényleg aranyat ér, a miért, a hogyan, a milyen, a nyitott kérdés. De nem az, hogy szereted-e a kovalenskötést, ugye az egy eldöntendő kérdés, nem? Oké, probléma, kérdés, megold. Figyelem, megoldás. Többféle megoldás. Tehát nem egy. Többféle megoldás. Végig kell gondolni a különböző megoldási utakat. Ez is motivál. Nálunk van olyan, nem tudom, hogy van-e olyan matematikából, például zöld könyv. Ez a neve. Érettségizők imádnak. A zöld könyv az arról szól, hogy mondjuk a harmadik oldalon a negyedik feladat, az mindig mínusz 7 egyféleképpen. Mire szocializálódik a magyar ifjúság? Erre az algoritmizált dologra. Tehát ha egyféleképpen, akkor megtanulják a zöld könyvet kívülről, megkapják az érettségi jelesüket, és azt hiszik, hogy tudnak gondolkodni. Abban már nem hisznek, hogy kreatívak is lennének, de legalább azt hiszik, hogy tudnak gondolkodni. Nem. Újfajta, másfajta megoldásokon törik a fejüket a fiatalok. Innováció. Az innovációnál, kedves kollégák, mint megújulási képesség, nézzék meg, itt nagyon rossz hírem van az ifjúság számára főleg. Ez munkaigényes. Tehát nem elég az ötlet, nem elég az öröm. Néha bizony itt van verejték is. Van fáradtság. Beletesznek munkát, próbálkoznak, de nagyon jó szó, főleg aki kialudta magát, pontosan tudja, feltöltődés. Ugye milyen jó? Tehát néha kellenek ezek a feltöltődő fázisok, hogy elfáradunk. És ott a motiváció, akarat, szorgalom és rengeteg pozitív visszajelzés. Hogy ez jó volt, ez tök jó volt. A gazdaság üzenete egyértelműen megfogalmaz gyönyörű szép dolgot a pedagógia számára. A dobogó ezüstérmes helyére sajnos, kedves kollégák, még mindig nem a pedagógia kerül motiváció ügyben, talán meglepő lesz, amit mondok, a sport. Figyeljék meg, hogy mi van a sporttudományban. Sporttudomány. Nézzék meg a sport 17-ét. Egyértelműen elmondják a sportolók, hogy bizonyítani akarnak, bíznak bennem, bizalom, nagyon fontos. És valamilyen egyensúlyról beszélnek a sportolók, amelyben a külső és belső motiváció ott van. Saját maga motiválása. Találtam egy jó képet a neten. Szerintem ez akár pedagógus is lehetne. Hogyan tudunk fölkelni a padlóról? Mert a padlóra, és ezt sem hiszik el a diákok még, ebben a szép kis piacgazdasági világban, a padlóra mindenki oda kerül. És ezt el kell nekik mondani. Ne a munkaerőpiac adja az első pofont. Mondjuk én sem, de más sem. Csak hogyan tudnak onnan fölállni? Látom, rájöttek, kudarctűrés, konfliktuskezelés, a világváltozásainak a feldolgozása, ez legalább akkora haszonnal bír, mint mondjuk a kovalenskötés bemagolása. Tehát önmaga motiválása. Második helyezett a sport. Sportéletben a sportolók pontosan tudják a motivációnak a jelentőségét. Harmadik helyezett, a bronz is szépen csillog. Megkérdeztünk pedagógusokat tavaly, jó pár ezret. Az egyik igen figyelembe méltó választ adott a kérdésünkre, hogy mi a helyzet a motivációval. A legnagyobb gond az, hogy a diák nagy része nem is akar tanulni, akar háromszor aláhozni. A döbbenet ott van, azt mondja, nekem már fogalmam sincs, hogyan motiváljam őket. Ugye? Ezért írtam oda, hogy ismeretlen pedagógus Arnó 2012-ből ezt nyilatkozta nekünk. Tehát nem akarnak tanulni, nekem kőze nincsen, hogy mi történhet. Mit lehet ez ügyben tenni? Ugye a miért? Ez elég drámai, hogy miért fontos ez. Minden második magyar diák 15 évesen azt mondja, hogy ő nem akar tanulni. Minden második. Beszélünk egész életen át tartó tanulásról. Ugye milyen jól hangzik? Képzeljük el az iskolába lépés pillanatában őket. Nálunk az olyan 6-7-8 éves korosztály. Ide nekem az oroszlán, és ezek úgy mennek be az iskolakapun. Sokat kérdeznek, hibázhatnak,
Még meg is dicsérjük őket, nem baj, hogy legközelebb sikerül. Ezek tök jó érdeklődő emberkék. Eltelik 3-4 év, mi lesz a kérdéseikkel, mi lesz az oroszlánnal, mi lesz az akaratukkal, mi lesz a kíváncsiságukkal, ez így szignifikánsan megy lejjebb. Miközben egyre többet tanítunk nekik. Valami nagyon fordítva működik a rendszerben, pedig józan észre belegondolva a kedves saját, a házat is, honnan kezdjük el építeni? Az alapoktól. Ezért van az, hogy minden olyan ország, amelyik ezt felfedezte, a kora gyermekkorra hihetetlen nagy energiát fordít, mert ott van a motivációnak a titka. Elsőső, zseniális korosztály. Sosem felejtem el, a fiamat első éves, ugye kis elsős. Gyönyörű szép kis műsor volt a kis kerti, falusias jellegű iskolába jár a gyerek, mert nagyon szeret oda járni. Ott vannak a barátai. 20 perces műsor volt, szeléltek, táncoltak, kiültették őket a kispadra, láttam a fiam csillogó szemmel, tapsolva, minden nagyon jó volt. Egyszer csak azt mondja a tanító néni, hogy na, akkor most fölmegyünk az osztályterembe. Ekkor éreztem, hogy baj lesz. Vas Bence Patrik fölment, és elkezdett pakolni a táskájába. Mondom neki, hogy hát mi van? Azt mondja, neki ennyi elég volt. Hát jó volt a műsor, ő most megy haza. Hogy élvezte. Zenéltek, táncoltak, mozogtak. Fölment a tanítónével az osztályterembe, úgy gondolt, hogy vége ennek az egésznek, kis táskájával elindult hazafele. Mit mond ilyenkor, hogy egyetemi tanár a fiának? Mondtam neki, hogy ne égessél. Ha lehetne kérni, hát azért mégis. Szóval drámai üzenet van, hogy miközben ott mozogva tanulnak, miközben ott sokat táncolnak, miközben énekelnek, rengeteg olyan dolog történik, ami nem csak verbális tanulás. Eközben mondjuk 5., 6., 7., 8., egyre kevésbé lesznek motiváltak. Valami van akkor ebben a saját magunk motiválásában, ami izgalmas lehet, szerintem gondoljuk ezt tovább. Szóval hogyan is működik ez? Mi érteket eléggé tisztáztunk? Kezdjük velemű gondolkodni. Látom, a szemükön kitalálták, hogy ez egy Rézus majom. Ugye ilyenkor bólogatni kezd, egy Rézus majom. Ne egy Rézus majmot képzeljenek el, hanem 8-at. Jó? 8-at. Fölírtam a paramétereket a Rézus majmok 8-at, hogy hol is vagyunk, egy mikor. Na most figyeljen! 1949-ben egy pszichológiai laborba összeraktak 8 Rézus majmot. Pedig el tudjuk képzelni, ott van. 2 hetet adtak nekik, azt vizsgálták, hogy mi az, ami motiválja őket, hogy tanuljanak. És figyeljék meg, ki kellett húzni egy pöcköt, kampót el kellett húzni, fémlapot fel kellett hajtani, ekkor kinyílt egy zár. Eltelt 28 másodperc. És a kutatók döbbenten tapasztalták, hogy a 8 Rézus majom rájött a zár kinyitására, nem 2 hét alatt, 28 másodperc alatt, és kinyitották a zárat. Ez még nem lenne nagy csúcs teljesítmény, de innentől kezdve ez a 8 Rézus majom állandóan nyitogatta a zárat, és köhögtek közben. Ezek még élvezték. Nem kaptak banánt, nehogy azt hívjuk, hogy egy banán egy zárkinyitás. Semmit az ég egy világon nem kaptak, ezek csak önmagáért, hogy sikerült azt, hogy kinyitották, szállandóan nyitogatták a zárat, és hangosan köhögtek. Döbbenten tapasztalta ez a Herrn. Mit fogalmaz meg? Drámai dolgot fogalmaz meg, kedves kollégák, mert ez nem egyszerűen majom problematika. Ez tiszta pedagógia. Külső ösztönzők nélkül sikerült jelentős tanulási eredményt elérni. Tehát nem azért nyisd ki a zárat, mert kapsz egy 5-öst, vagy egy piros pontot, vagy nem tudom mit kapsz. Csoki a szenzációs volt, ez tényleg kicsit pupilla szűkülést érzett most a teremben. Én a 70-es években voltam középiskolás, és föltette a kérdést a pedagógus, a nagy kérdést akkor, hogy ki a 20. század leghíresebb embere. Aki megmondja, az kap egy csokit. Ugye külső ösztönző. Mellettem ülő Pistike igen sportszerűtlen módon bekiabálta, hogy Lenin. Dörgő tapsihar. Megy ki a csokiért. Ugye el lehet képzelni a többiek, hogy néznek rá. Jött velünk szemben, és tudják, hogy mit mondott ez a Pistike? Azt mondja, bocsáss meg, Szandokán első az üzlet. Ugye, milyen jó? Ugye, ez az ő belső ösztönzése. Tök jó volt.
1949-ben végre volt egy magatartáskutató, aki rájött arra, hogy a belső ösztönzésnek hatalmas jelentősége van a tanulásban. Nem haratott rá sajnos a pedagógia erre a 8 Jézus majomra. Eltelt 20 év. És jön egy másik szenzációs kutató, Edward Deci. Nem az egy deci, fél deci meg ilyesmi, de az se rossz. Az se rossz, tehát igen, a házmester, a hosszú lépés, meg ezek. Jó, oké. Ez a deci komolyra fordítva a szót, itt már nem majmok voltak, hanem emberek. Két csoportban. Mind a kettő csoport három napon keresztül ugyanazt a feladatot kapta, egy egyszerű matematikai feladat volt, egy kockát kellett kirakni. Első nap az egyik csoport legyőzi a másikat, ez eddig tök természetes dolog, ők voltak a gyorsabbak. Az a csoport, amelyik legyőzte a másikat, a második napon azt mondta a deci nekik, hogy kaptok $1, ha még jobbak lesztek. Ne kicsinyeljük le, az $1 az jó pénz volt akkor. Tehát $1 motiválta őket. Második nap, ez a csoport, az $1 csoport, még jobban megveri a másikat. A harmadik nap az izgalmas. A harmadik nap, ezt szerintem ismerjük ezt a mondatot, odaállt elég a kutató, és közölte a győztes csapattal, mit mondott? Elfogyott a pénz. Ugye ezt ismerjük, ez egy tök jó mondat, minden politikus is veri. Elfogyott a pénz. Mit csinál ez a csoport? Leülnek, és nem csinálnak semmit. Hát, ha nincs pénz, gyerekek, akkor nem csinálunk semmit. Ráadásul még odaraktak újságokat is. Ezek a gonosz kutatók ennek a csoportnak a szobájába beraktak mindenféle színes magazinlapokat, még a Playboyt is oda tették, hát ha izgalmasabb lesz, mint a szobkocka. Hogy de jó! Mi a helyzet a vesztes csoporttal? Ezek rájönnek a kocka kirakásra, és legyőzik a harmadik napon ezt a bandát. Elég érdekes, mert Jézus majom ide, Jézus majom oda, mire jött rá Edward Deci? Arra jött rá, kedves kollégám, és ez tiszta pedagógia, ennek semmi köze nincsen az $1, semmi köze nincsen a Playboyhoz. Kedves egészségére, a belső motiváció erősítésében gondolkodtak. Persze 20 év eltelt a majmok óta. Oké. Okay. Ez indított el a magatartás tudományt. Van egy szenzációs figura, nem fogják elírni, a könyvét elhoztam éppen magammal. Magyar nyelven olvasható, Google-ről letölthető, meg is szeretném mutatni, a szenzációs a figura, olyan Twitteren követem. Daniel H. Pink. Daniel H. Pink. Minden a címlapját fel is raktam egy diára. Motiváció 3.0. Nem ez az izgé, a jó személyek, kicsit olyan szükek a pupilláj, de nem baj. Ösztönzés másképp. Ösztönzés másképp. Ugye milyen jó az a címe? Hogyan lehet másképpen ösztönözni a majmokat, a munkásokat, a tanulókat, bárkit? Ez 2010-es könyv. Persze a könyv eredeti címe nem az, hogy motiváció 3.0, ez egy érdekes fordítási hiba. A könyvnek az eredeti címe, hogyha az ember föllapozza és megnézi a belső oldalát, drive. Mi lehet a drive? Hajtóerő. Nem egyszerűen akaraterő, egy belső hajtóerőről ír. A könyvében egy nagyon jó anekdotával kezdi, ami megfelel, mondjuk annak idején nekem is ötödik osztályban. Innen a személyes üzenet. Képzeljék el az ötödik osztályos hasfilmost, akinek a kedvenc könyve Schliemann életrajza, Trója. Éjjel-nappal azt a könyvet bújom és olvasom. Persze ma hiába mondom a fiamnak, hogy apád még olvasott, ez kevés. Ez kevés motiváló erővel bír. A történelem tanárom azonban fölfedezte az én érdeklődésemet, és 10 éves koromban, kedves kollégák, megtartottam az első kis előadásomat az osztály előtt Schliemann életéről. Mert hogy én ez érdekelt engem. És nem az ötösért csináltam, mert persze bezsebeltem az ötöst, érte? Nanám, hogy bezsebeltem, de érdekelt engem ez a Trója. Valami hasonló történettel kezdi Pink ezt a könyvet. Mire jut? Mi lehet a 1.0, 2.0, 3.0? Itt a könyv. Ez a sztori, ön is beszél. Az 1.0, kedves kollégák, Dan Pink szerint az egy abszolút biológiai ösztönzésről szól.
Maslow, látom a szemükön, kitalálták Maslow-t. Ugye, az ő kis piramisát. Magyar férfiak általában ezt a háromszögben fogalmazzák meg, hogy kajapi a nőt. Kb. Ez a háromszög meg. Tehát, ha éhes vagyok, akkor megpróbálok megszerezni olyan táplálékot. Ugye, elég ösztönző erő ez. Az ókori római történelemben az első ilyen biológia alapú motiváció 1.0, kedves kollégák, a szabin nők elrablása volt. Ugye, Róma lakossága észrevette, hogy fogytán van, átmentek a szomszédos törzshöz, és elrabolták a nőket. Na ez a motiváció 1.0. Így működik az ember. Na most ne így működjön a pedagógia, mert abból szörnyű dolgok lennének. Nézzük meg a motiváció 2.0-át, mert azt állítja Pink, hogy 50 éve meghaladtuk ezt. Ha kapsz egy ötöst, akkor tanulsz. Ugye ez a ha, akkor motiváció 2.0. Ez az, ami csak külső motivációra épül. Minél jobban ide figyelsz, annál jobban fogod tudni. Na hát ez nem így működik. A diákok ebben nagymesterek, úgy csinálnak, mintha figyelni. Ki tudja, közben merre járnak a gondolataik. Tehát azt állítja Pink, hogy a gazdaság, a pedagógia, a sport bedől, ha csak a külső motivációban hiszünk. Kell a külső motiváció, mert ugye kellenek a pozitív visszajelzések. De mi lehet a 3.0-nak a lényege? Abszolút a belső ösztönzés. Két eleme van. Figyelj, összefoglalás következik, hogy ilyen van. Az egy adás összefoglalásához érkeztünk. Két gyönyörű angol szó. Az első mögött, láttam a szemükön kitalálták, Csíkszentmihályi Mihály van. Csíkszentmihályi Mihály, Flow című könyvét, Kreativitás könyvét 2008-ban lehet olvasni magyarul. Csíkszentmihályi jelenleg Amerikában élő magyar származású pszichológus professzorunk. Én külföldön a nemzetközi konferencián, mielőtt bármit mondanék vagy előadást tartanék, az első sikert akkor adom, amikor én vagyok az egyetlen a teremben, aki helyesen ejti ki Csíkszentmihályi nevét. Ez engem büszkeséggel tölt el, mert ugye Csíkszentmihályi mi sem könnyebb nekem. A flow az egy jó érzés, kedves kollégák, az az áramlat. Ezt nagyon nehéz előírni a pedagógiában. Nekem a hallgatóim hoznak óravázlatokat. Jobbulást kívánunk hozzá. Óravázlat micsoda remegést jelentett a teremben. Lebontják percre pontosan, hogy mi fog történni a tanórán. Döbbenetes. És akkor mondom neki, hogy te figyelj már, hogyha a gyerek mondjuk a ablakon lóg ki, és olyan mész, hogy gyere már vissza, légy szíves, ma az óravázlatom, ma az van benne. De a 35. percben neked egy New York városát kéne megmutatni az ablakon. Ez teljesen életidegen. De az is életidegen. Jóhatot kívánok. Megjöttek az összefoglalás, ez tök jó. Azt hiszik, hogy dolgozat is lesz. De ez egy külsőbb kiváló erő, nem lesz dolgozat. De az is életidegen, kedves kollégák, ha beírom az óravázlatom, hogy már pedig az óra 3. percében legyen flow. Ugye ez nem így működik, hogy akkor legyen áramlat. Az az attitűdök világa, kedves kollégák, az áramlat, és kevés hozzá, hogy jó érzéssel tölt el. Írják fel az 5 perc csodáját. Nem tudom, hogy magukkal történt-e már olyasmi, hogy úgy érezték, hogy pillanatokkal elment az idő. Ez az 5 perc csodája. És előfordultál olyasmi is, hogy az 5 perc az úgy tűnik, hogy a fene egye meg már itt ülök már mióta, és már izé, már mikor lesz már vége. Ugye ez egy másfajta világ. Amit mi belső motivációból csinálunk, akár éjjel 2-kor, ugye döbbenten néz ránk mindenki, hogy mi a fenét csinálsz, mert ez nekem jó. És azt hiszik, hogy emögött van valami, majd erre hivatkozunk. De kevés ez az állandó áramlat, hogy az jó legyen nekem, meg ilyesmi. Ott van mögötte a drive, a hajtóerő. De itt van az akarat. Két nagyon fontos dolog. Hogy lehet olyan pedagógiát csinálni, hogy csak egy gyerek egy flow-val menjen haza, és megmaradjon a drive-ja? Ugye milyen jó mondat volt ez magyarul? Tehát hogy lehet olyan csinálni, hogy jó érzése is legyen, és még akarjon bármit is csinálni a következő napon? Milyen jó ez, nem? Két alappillér. Bírnak követni? Ez Kolumbusz volt a fontos kérdés szerintem. Jó? Remélem, hogy bírnak követni. A második összefoglaló gondolat, Pinkről. Ezt majd megnézzük. Ezen átmegyünk. A második összefoglalás, kedves kollégák. Ugye azért jöttem ide, hogy együtt tanuljunk, közösen gondolkodjunk, és néha még kreatívak is legyünk.
Valójában itt egy olyan fajta tanulásról van szó, amiben a 21. század tanulásáról a bevezető tanulmányban a két szerző ezt írja. Na most megnézzük, hogy tudnak-e gondolkodni, mert nagyon nagy baj van ezzel. Taníts kevesebbet, és tanulj többet. Ugye mi egyszerű a logika? Védj el mondjuk 4-6 vezér, 6 képletet, 8 zeneszerző, 9 költő, és rögtön motiváltabb leszek. Nem mennyiségi kérdés ez. Az, hogy én motivált legyek belülről, itt ez strukturális kérdés. Nem lehet mennyiségi problémaként kezelni, ezek itt struktúrák. És itt jön az idegtudomány, kedves kollégák, mert pontosan tudjuk, hogy hogyan gondolkodik az agyunk. Tehát mi játszódik le, mondjuk, képzeljük el, rátennénk a fejére egy scan készüléket. Ugye milyen jó lenne? Jó lenne. Kompjúteren, azon ki, hogy jól áll neki, persze scan készülék, kompjúteren lennének a falakon, és pontosan megnéznénk, hogy mi játszódik le most az agyában. Az én mondataim hatására melyik terület az, amelyik megmozdul? Mert hogy millió egy ilyen sejt van ám mindenkinek. Ugye mitől mozdul meg a sejt? Látom, kitalálták, összegző gondolat jön, ingerektől. Tehát nincs belső motiváció ingergazdag környezet nélkül, kedves kollégák. Ingerek. Tök jó, ingergazdag pedagógia. Tehát ha el tudtak képzelni 8 Jézus majmot, akkor el tudnak képzelni 8 nagy kövér fehér patkányt, ugye? Nagy kövér fehér patkányok. Fejükön szkent készülék persze, mert egy pszichológia laborban vagyunk. És a patkányok agymozgását vetítik ki a falra. Három csoportot csinálnak a patkányokkal, figyelem, figyelem. Első csoport, mit gondolnak nekik? Első patkánycsoport. Üljetek össze csoportba, azt csináltok valamit. Nevezzük őket kooperatív patkányoknak. Jó? Innetek ezzel. Csak így csoportban. Döbbenten nézve a kutatók, ott csoportosulnak a patkányok, és semmilyen sejtmozgás nincsen a falon. Mi következik ebből, hogy nem minden csoport munka egyenlő a kooperatív tanulásra? Azáltal csak üljetek össze csoportban. A legzseniálisabb sztorim, ami azóta egyébként terjedt Magyarországon, én a 80-as években már szaktanácsadó voltam történelemből. Tudták rólam, hogy egy innovatív fickó vagyok, bementem az órára, a gimnáziumba, és azt mondta a tanárja az osztálynak, hogy gyerekek, megjött a szaktanácsadó bácsi. Én voltam 20-valahány éves, én néztem el, kiről beszél. Toljátok össze a padokat, azt üljetek össze csoportban. Ugye dominánsan jobb vagy féltekések itt ülnek már előtt. Jelentkezik egy gyerek. Tanárnő! Ugye mi történik a normál pedagógiában? Most maradj csöndben, kezdődik az órán. Hát itt a szaktanácsadó. De a dominánsan jobb vagy féltekés szímos. Tanárnő! Na mi van? Azt mondja, le vannak csavarozva a padok. Gondoltam, hogy itt nagyon sok csoportmunka volt az utóbbi 150 évben. Tehát ennyi történik, tehát az első patkánycsoportnál semmi nem mozdul meg az ég egy világon, csak úgy üljetek össze. Második kategória, azt mondják néhány patkánynak, hogy külön fakkokba helyezik el őket, nevezzük személyre szabott patkányoknak. Kis fakba ott kucorog egy kövér patkány, nézik a falakon a sejtmozgást, semmi nem történik. A harmadik banda a legérdekesebb, legyen mondjuk ott az a hátsó fele a harmadik patkánybanda. A harmadik patkánybanda, ezek kapnak szalagot, kereket, zenét, ezek buliznak éjjel-nappal. Van a címe a történetnek, hogy patkányok a világparban. És többenten tapasztalják a kutatók, kedves kollégák, hogy a zene, a mozgás, a kerékpörgetés egyszer csak megmozdulnak a sejtek. Persze ez nem azt jelenti, az egyik hallgató mit kiabált valamit, hogy tanárom, ez tök jó, fanta, buli, haver. Hát mondom, nem biztos, hogy erről szól ez a történet, magának ez így transferálódott, az sem rossz. De ez arról szól, hogy mennyire tudjuk meghaladni a verbális tanulási dolgokat. Mennyire figyeljünk a struktúrákat. Mert kevés a mozgás, remélem a maga fejében ez így áll össze. Mert ezt úgy hívják, hogy szinapszis. Oké? Okay? Szinapszis. Én sejtettem, hogy ez így. Ettől struktúrát kérdés. Szinapszis. Sejtettem, hogy sok hölgy lesz, ezért elhoztam magammal napjaink házasság kérdetését. Ez tök jó lesz, tehát mondjuk ilyen sejtekben gazdag, mi a sejtekben nagyon sok színű, keresi hozzáidő társát. Ez így tök jó. Ez a gondolkodó ember. Tehát struktúra van, sejtmozgás van, de struktúrális probléma. Három apró dolgot jelez Pink, önértékelési folyamat jön.
Miben vagyunk igazából jó? Na ez az. Összegzés 3-as pont, a végén pedig egy szenzációs felvétel jön, aki kibírja az előadásomat, az 3,5 percben megnézheti ezt. Ez egy amerikai banda, az OSCD. Kitalálták az új évezred pedagógusát, 170 ezeren vannak benne a világon, néhány kóbor magyar is benne van. 170 ezeren. 50 tanári kompetenciából álló listát adtak az új évezred tanárában. Elhozta maguknak a legjobb 6-ot. Ez jött ki. És figyeljék meg, ezüstérmes helyre került, hogy hogyan tudja motiválni a tanár a diákjait. Ugye ez még külső motiváció, de a legelső pont a probléma megoldás. Hogy hogy tudom én ezeket a problémákat nap mint nap megoldani? Mi kell ehhez, hogy a második helyen legyen a motiváció? Szerintem azóta már az első helyre került. Ez a három alkotó elem. Na most mélyen nézzük magunkat. Nem állt egy kis önértékelés. Az első, hogy mennyire vagyok autonóm. Mennyire tudok szakmailag dönteni. Hogy mi kell ennek a gyereknek, őt mi érdekli, ő vele mit fogok csinálni, vele el kell beszélgetni, ő meg aztán úgy pöröghet a kerekek között. Bocsánat. Úgyhogy ezeket nekem ez egy autonóm saját döntés. Ettől szakma a szakma. Ha azt várom, hogy valaki ezt megmondja majd nekem, egyrészt nem ismeri az én diákjaimat, másrészt nem tekinti szakmának, amit én tudok. Második, gyönyörű szép, szakmai igényesség. Nagyon jó. Tehát még jobbat. Ugye ez a belső ajtóerő, szuper módon megy, de a pénteki csoportnak nem kell mondani, hogy egy hétig, aki ezt így végignézte és végig megcsinált, szakmai igényesség egyértelmű. A harmadik, már megint itt van ez a nyomorult céltudatosság. És ennek mintájára én a Apáczai kiadó folyóiratában, a tanítás és tanulásban ebben az évben kaptam egy 5 részes motiváció lehetőséget. Szoktam így írogatni mindenfélét. Mondom az egyetemistáimnak is, hogy én kétféle dolgot szoktam írni. Írásaimnak az egyik csoportja az a muszájírás. Nagyon jó. Tehát amikor figyeli az ember a karakterszámot, kb. 15 000 karakter a felejtje meg. Küzdködik ott az egérrel, klaviatúrál, nem megy az istenese. Ez a muszájírás. De van az örömírás. Az örömírás az tök jó, mert akkor az ember úgy észrevétlenül jön. És egy 5 részes motivációírásnál rájöttem valamire, innentől kezdve kopiálni a sűrhoz, hogy mi lehet a 3 A titka. 3 A betűs szó, ebből 2 előkerült a mai előadás során. 2 A betűs szóról volt szó. Van-e ötletük? Az akarat. Az akarat benne van, bingo. Jó. Jó, jó játszik az izalom, bingo. Az akarat. Enélkül nem megy. Akarat. Mi lehet a másik, ami szintén elhangzott ma, ennek a jelentősége? Emlékezzenek a 3 szögre, amit megfordítottak az agykutatók. Az attitűd. Ezt a 2-t még érti az egyetemi ifjúság. Az akaratot is, meg az attitűdöt is. Na figyeljék meg a 3. A betűs szavamat. Ez az alázat. Ezt már nehezen értik. Tehát ha alázat, a céltudatosság mögött nagyon sok alázat is van. Alázat, akarat, attitűd. És valami kell hozzá még, és ezért lesz egy felvétel az előadásom végén, ami nála szellemesen egy másik fiatal fogalmazott meg, de a pedagógusok értik. Na, 24 éves a srác, nyert egy innovációs díjat, és világosan elmondja, hogy nem elég az akarat, nem elég az alázat, nem elég az attitűd, a pedagógusok ezt értik, kell hozzá valami dili. És ekkor lesz ez a belső ösztönzés. Ekkor lesz a hajtóerő, meg ekkor lesz az áramlat. És most figyeljék meg 3,5 perc. El tudják képzelni Mozart és Salieri. A hangszer ugyanaz lesz. De figyeljék meg Mozartnak az arcát, a hangját, a kifejezését, nem kell hozzá angolul tudni. Ez 3,5 perc, amit elkészítettem, ez az én ajándékom, ez a 4. alvető. Akarat, alázat, attitűd, ajándék. Oké? Ez külső motiváló, aki ezt a péntek reggeli előadást végezte, az megérdemli, hogy megnézhesse, mi lehet a különbség Mozart és Salieri között.
Tessék. Merci, Signor. Megjött Mozart, elég érdekes figura. Szőrcsuhát töltök, hamut szorok a fejemre, és elzarándokok Rómáig minimum. Mondom a négy részt az ablakból. Oké? A négy részes ablak. Az első részben a kutatók szerint kerüljön be az új tudás, új összefüggés. Volt a mai napon, az előadásban, valami olyan új tudás, új összefüggés, amiről eddig nem hallottak. Ezt javasolják a Stanfordiak, hogy ez kerüljön be az ablak felső részébe. Tehát új tudás, új összefüggés, valami új megértés. Másfajta szempont. Első ablakrész. Oké? Okay? Új tudás. Új megértés. A második ablakrészben jönnek a kérdések, a kételyek. Mert hogy én nem szeretnék pontot tenni hamarosan az előadás végére, mert hogy a magatartás tudomány sem tett pontot ennek a történetnek a végére, még pink sem. Tehát, hogy milyen kételyek, milyen kérdések merülnek föl a gyakorló pedagógusok felől? Ugye csak azt tud kérdezni, aki tudja. A jó kérdés aranyat ér, emlékeznek vissza. A harmadik ablakrészünk, ez is fontos ablakrész a motivációban, ezek az érzelmek. Milyen érzések munkálkodnak magukban? Fáradtak, hagyja már abba, kávét akarok. Mi lenne még? Hagyják ott az oklevelet. Érzések.
Nagyon fontos az affektív zóna, ugye érzel meg akaratot, tehát érzések. És a negyedik ablakrész az ötletek. Tehát, hogy mit tudok én ebből az egészből, amit hallottak, hasznosítani? Ezt a négy ablakrészt, tehát új tudás, új megértés, új összefüggés, kérdések, kételyek, érzések, ötletek, mit viszek haza, volt-e valami ötlet ebben az időszakban, hagyok időt mindenkinek, próbálják meg magukban végig gondolni, mert ez egyéni konstruálás, ahogy én a mai napot elkezdtem. Ez egyéni ügy. Oké, még egyszer mondom, ha az ablakrész üres, hogy az egyetlen az ablak üres, akkor én cső. Kész, akkor cső. Ez a motivációs ablak. Ez egy nagyon érdekes ablak, mert ezt ki lehet töltetni bizonyos életkor függő, persze a diákokkal is. Vagy tantestületi értekezleten a pedagógusokkal. Hogy mi történt ott velünk? Oké? Világos a feladat? A zöldet kaptam? Jó. És a sportban van egy olyan, amikor időt kérek, és akkor megbeszéljük ezt az ablakrészt. És akkor utána majd fölhívom még valamire a figyelmüket, amit elfelejtettek. Tehát új tudás, kérdések, érzések, ötletek. Tök egyszerű motivációsan. Ki kell tölteni ezeket az ablakrészeket. Igen egyszerű, az előadás alapja. Tehát ne úgy általában. Motiváció új értelmezése van, hogy most engem ide elhívtak, hogy erről beszéljük. Hamarosan vége az előadásnak, fontosak a visszajelzések. Én elmondtam már egy csomó minden visszajelzést ugye a Pécsónak, tehát a pénteki csoportnak. Tök jó. És ezt végig kell gondolni. Nem kell hogy mondd kicsit, jó kis motivációs ablak. Én addig le is szól magamat, motiváció egy kérdő. Elhívni néhány kollégát, meghallgatunk, hogy milyen az ő motivációs ablaka, külön részenként. Ki se kerüljék el a tekintetem. Kérdések, érzések, ötletek. Tök egyszerű ablak. Mit gondolnak a magyar egyetemisták, melyik ablakrészbe pakolnak be mindent? Kérdés. A fenéket. Ön ülnék neki a legjobb, ha kérdeznének. Tudja, mit csinálnak az első órán? Érzem, nem? Kérdezte. Hülye vagy, miért kérdezze? Kineket csinálnak? Nem mernek kérdezni. Az új tudásba pakolnak be mindent. Mert biztos, hogy azt fogja kérdezni a vizsgán, amit nem tudok. Ez tipikus ilyen Vigó utcai effektus szerintem. Biztos, hogy az. És mindent bele akarnak gyömöszölni az egyetlen ablakrészbe, hogy kapott-e ő bármilyen adatot. Figyeljék meg ezeket az egyetemistákat, tisztelt a kivételnek. Megjelenik egy dia. Mondjuk az én diáimat úgy hívják, hogy agybarát dia. Mert hogy képek vannak, kevés szöveg van rajta. De megjelenik egy ilyen 20 mondatos dia bárkinél, és mindent le akarnak írni.
A bal felső saroktól a jobb alsóig, minden. Mondom is nekik, hogy individuális gyulladás közeli állapotoknak kerülni, ez így nem tud. Mert hogy biztos, hogy azt fogja kérdezni, amit ő nem tudott leírni. Van bennük egy ilyen reflex. A motiváció akkor az igazi, ha mind a négy ablakrész megvan. Nézzük meg azért ezt az új tudást, új megértés, új összefüggés ablakrészt, hogy ebben az előadásban nyújtott-e bárkinek bármit ez a motivációi értelmezése, ami más volt. Mi került oda bele ebbe az ablakrészbe? Mi került magának oda bele, mint kollega? Na. Tulajdonképpen rájöttem arra, hogy sokkal összetettebb a dolog, mint ahogy az ember gondolná. Motiváció. Meghallja ezt az egy szót, és akkor mozgasd meg, érdeklődésedet kell. Érdeklődés felkeltése, ugye milyen szép, minden tantervben van. De ettől, tettettől az előadástól én úgy gondolom, hogy nekem sokkal gazdagabb lett a fogalmam, szélesebb körül, és még azt írtam ide, hogy nagyon tetszett annak a 30 év alatti fiatalnak a hozzászólása a céllal a kapcsolatban. Céltudatossággal. Céltudatossággal, igen. Tehát nem csak úgy jön ez a motiváció, de mögött nagyon komoly dolgok van. De egyébként az egész az állatkísérletek. Akkor én most kérdeztem, hogy kártáltam a piros bőrbét. Piros bőrbét. Oké. Okay. Te egy kívülálló. Kérdés. Én kívülálló, mert nem is tanítok, nem gyakorlom a mindennapokban. Könyvtáros vagyok. De a gyerekemet tapasztaltam, amikor első osztályba jár, mert nálunk egyáltalán nincs elterjedve, vagy nem tudom Magyarországon mennyire van, a tolnai módszer. Amikor játékosan tanítják a gyerekeket megolvasni, megírni. Ugye minden betűzöz, tanultak egy kis versikét, és ott van, mit tudom én, az a betűzöz, tartozott egy alma. Én nem tudom, hogy ezt most itt tanítják, hogy Kárpáttal jár, de én gyerekem tudom megolvasni. Nem. Magyarországon sem. Magyarországon különböző programok vannak, ahol lehet választani. Mert a tanító néniük Békés Csabán végzett, ő visszajött ide Beregszázba, és ő így vitte a gyerekemet 4 évig, hát nem csak az enyémet nyilvánvaló, hanem az osztályt 4 éven keresztül. És amit a másik osztály egy év alatt nem voltak képesek szépen olvasni, a mi gyerekeink már decemberre gyönyörűen folyékonyan olvasta. Mert egész idő alatt, a 45 perc alatt játszotta. Nézték, fel volt a falra körbe rajzolva a vonat, a bilincs, meg az alma, meg a mit tudom én, és itt tanultak meg. És én azt kérdezem, hogy a mai világban miért nem lehet a gyerekeket, ugye erről szólt az egész, hogy játékosan, kreatívan nem leülünk és oda vannak szögezve ahhoz az asztalhoz, meg padhoz, akkor miért nem gyakorolják ezt a módszert, hogyha ez jó? És mindenütt elmondtuk és hangoztattuk, hogy ez a módszer jó. Akkor miért nem akarja a szakma befogadni, vagy elismerni? Azt én nem tudom, tehát bontsuk ketté a kérdést, tehát én a meghatározott módszerbe, meg módszertani vitába nem szeretnék belemenni. De abba a többszörös intelligencia fejlesztésbe, ami Howard Gardner-től jön főképpen, hogy egy-egy témakör esetében ott ülnek a padban, azok persze, akik nagyon imádják a verbális tanulást, és szeretnek a szöveggel dolgozni, a rímekkel, a versekkel, stb. De ott van a perceptuális banda. Ott vannak az érzékszerviek. Oké? Ott vannak azok a gyerekek, akik úgy jönnek be, hogy szeretnek mindent megfogni, megtapogatni. Például itt van ez a kuha, ezt én már nem tudom olvasni, pedig oroszul van a számítás. Itt van ez az ásványvíz. De nagyon jó, hogyha erről tanulunk, akkor nem biztos, hogy nekem egy másfél órás előadást kell tartanom az ásványvízről. Mert abban a pillanatban, ugye ennek az a első feladat, hogy érzékszer. Tehát megfogja, megtapogatja, megszagolja. Ugye különböző érzékszerveink vannak. Vagy mi történik ezek után, kedves kollégák? Kíváncsi, bele akar nézni. Bele akar nézni. Szét akarja trancsírozni. Meg akarja vizsgálni. Az nem egy izgalmas dolog, hogy egy pedagógus kiáll az osztály elé, és azt mondja, hogy kedves diákok, ma erről az ásványvízről fogunk tanulni. Nézzünk bele! Fú, de izgalmas! És akkor többenten néz rá az osztály, hát ez a fenéket izgalmas, ez magának izgalmas. És tudják, mi a dráma az egészben? Hogyha a végén azt mondja nekem az osztály, nagyon sok pedagógus tudja ezt, hogy érzékszervi tanuló van, hogy mozgásos tanuló van, hogy szociális tanuló van, nem csak verbális. Ha mit csinálunk abban az esetben, azt mondja nekem az osztályom, hogy hát Vili bácsi, mi nem nagyon szeretjük az ásványvizet.
mi pont az ásványvízről tanulunk. És akkor én azt mondom nekik, hogy ha a fenét iszik is, akkor is az ásványvízről fogunk tanulni. Ebben a pillanatban elveszítettem őket. Akkor ti mit isztok? Ugye? És akkor sorolnak mindenfélét. Ilyen, olyan, amolyan. Oké. Okay. És a végén megjegyzem, itt jön benne a stratégia, hogy hát figyeljetek, az én kedvenc italom az ásványvíz. Mi lenne, ha ezt is megnéznénk? Megfordítjuk a menetet. Teljes mértékben igaza van, most adott módszerben nem akarunk belemenni, de ez a többszörös intelligencia fejlesztés, a teljes személyiség fejlesztés, amiben a zene, a mozgás, a tánc, ott vannak ezek a dolgok. Mi történik a gyakorlatban? Még egyszer mondom, körülbelül 10 éves az a kor, bemérve, bizonyítottam. Szignifikánsan csökken ez a fajta személyiségfejlesztés, és megpróbáljuk ezeket a gyerekeket beterelni a verbális csatornába. Hiába ő érzékszervi, hiába domináns a jobb vagy féltekés, hiába ez, stb. Nagyon jogos a kérdés. Én mondok néhány olyan egyszerű szempontot, nem pedagógiai szempontot, hogy miért nem. 1. Időigényes, 2. munkaigényes, 3. pénzigényes. Ugye? Ez is egy háromszög ám. Micsoda mágikus háromszög, nem? Az idő, az energia és a pénz. Ugye, ezt meghallják bármelyik pénzügyminisztériumban, abban a pillanatban elfelejtik ezt a pedagógiai szempontot, hogy az embernek van egy teljes személyisége. Van még valakinek bármilyen kételje kérdése abban az ablakrészben? Tehát kérdés kételj. Én nekem nem kételjem van, hanem na, a film kapcsán. Jó, aztán ilyen, meg a hozzák, a szenzáció. Hát mivel ugye a zene a területen, az, hogy tulajdonképpen a motiváláshoz kell egy tudás, tehát hogy mit akarok, tehát egy tudatosság. Ez egy nagyon fontos. Viszont kell egy improvizatív képesség, magyarul fantázia, és kell egy olyan fantázia, amivel ugye a Mozart rendelkezett. És nem mindenkire ezt mondták, ez is mondta. És egy fontos. Van, és bátorság, hogy ezt oda tegyen. Tök jó. És egyetértek, abszolút. Érzések. Érzések, ablakvész. Kérdése van, tessék tanácsolni. Sorrend. Tehát ugye van a motiváció 1.0, 2.0, 3.0. Pink szerint. És hogyan lehet az befolyásolni, hogy változzon egy diáknál vagy egy kollégánál a sor? Tehát, hogy mi a fontosabb? Ugye, mert ugye Carnegie-t, ha veszünk, akkor ugye minden embernek a fontosság érzik a legfontosabb. Fontosabb, mint az, hogy mennyi pénzt keres, vagy hogy mit tesz. Lásd, Maslow ugye önmegvalósítás, az 5. szint. Nem véletlenül a londoni business schoolban, mondjuk egy professzor emeritus, ezt mérte föl például a pedagógusok között, és nagyon sok pedagógus azt mondta, hogy nem biztos, hogy neki nagyon sokat jelent, persze jelentős tényező egy nagy mértékű fizetésemelés, de az önmegvalósítás az néha számára sokkal fontosabb, és ez nem egyenlő a hivatástudattal csak. Ez befolyásolja. Most a befolyásoláshoz üzlet, főleg az üzleti világban könyvek tömkelege szól, csak vigyázzanak a marketing címekre, mert ilyen címek vannak, hogy 5 hatékony lépés a belső motiváció erősítése felé. Ugye ez tök jó, veszik mind a cukrot. Ma azt hiszik, hogy ez 5 hatékony lépés, megcsinálják, és milyen jó lesz a belső motivációja. És van, akinél működik, van, akinél nem működik. Tudja, azért nehéz, amit kérdez, mert nem hiszek, nem csak én, többen, a receptekben. Én imádok főzni. Mondjuk vegyük az én egyik kedvenc kaján, hogy a provanszi csirke. Ugye ezt így el tudjuk képzelni, vizuális a banda. El tudtak képzelni egy rézusmajmot, meg kövérfarkányt, provanszi csirkét látni. Az első 4 sornak mondjuk lemásolnám a receptjét a provanszi csirkének, kimásolom egy szakácskönyvből, és annyi lesz a feladata az első 4 sornak, hogy készítsék a recept alapján. Jó hírem van, az utolsó 4 sor lesz a meó. Ők fogják megkóstolni azokat a provanszi csirkéket, amiket ők főztek. És tudják, mi lesz a döbbenet? Hogy ugyanabból a receptből, hogy végig ezt, tégy bele azt, ezért stb. Különböző ízű, állagú provanszi csirkék születnek meg. Mert hogy mindenki bele rak egy pici kis egyéniséget, személyiséget, az én nagyanám így csinálta, ezért stb. Amire egyébként nem akarom elmismásolni a választ. Nagyon tanulságos Marzanónak például 2007-ben megjelent egy könyve, nincs meg magyarul, de a könyv címe nagyon jó. Először angolul mondom, hát ha úgyis, de úgy működik legjobban, The Arts and Science of Teaching. A tanítás művészete és tudománya. Sok mindent meg lehet tanulni a tudományból,
Ugye lásd, hogy mennyire szerte ágazó. De az a mozarti művészet, az nagyon hálásak a diákok érte, hogyha ez úgy megvan. Mert ezt figyelik. Persze nem minden pedagógusból lesz Mozart. De ezért nehéz a kérdésre válaszolni, mi a sorrend, mert ez az egyéni kis íz, zamat, a személyiség, az a legmeghatározóbb tényező ott az osztályteremben, és nagyon hálásak a gyerekek ezért, és ezek emlékeznek, mert ezek attitűdök. Mondjuk két rövid példát szeretnék mondani, és utána az érzések oszlopjon az ablakrész. Az egyik példa, hogy vannak ilyen teljes személyiségfejlesztő filmek, amelyek mögött Gardnerék dolgoztak. Szerintem az egyiket biztos, hogy látták a Holdköltők társaságát. Ugye ilyenkor bólogatni kell az ilyen kultúránkba, persze, hogy látták a Holdköltők társaságát. A másik ilyen Gardneri film egyébként a reneszánsz ember Danny DeVito-val, amikor a bébéseknek Hamletet tanít, ugye a bébések a baromi buták, ők ezt állítják magukra. A Holdköltők társaságában Mr. Kidding, amikor ő az angol költészetről tanít, nem fogják ezt csinálni. Ide jön, és legugol, és maga köré gyűjti a diákokat. Ezt föl ne rakják az eltem honlapjára, hogy térdelek a nőkkel. Ezt nehogy fölkedjék. Ide hívja őket, és így mondja el nekik a költészetről a dolgokat. Tehát megváltoztatja a helyzetet, a pozíciót, ez tök személyiségfüggő. És erre ezek a gyerekek, még ha nem is érdekli őket a költészet, elmondja, hogy ki az, aki az orvostudományban jó, ki az, aki a közgazdaságon, de odafigyel. Hát így is lehet mondani. 1982-ben a másik saját példa, én 82-ben kezdtem el tanítani. Csodálatos időszak volt, mert 7 évig vittem egy osztályt. Beültem közéjük az első évben, így, társas játékot. Nem vittem be egy társas játékot, mi csináltuk meg a játékot. Mi játszottuk le a partit, zaj volt. Tök jó volt. Bejött az igazgató asszony. Mit gondolnak, mit kérdezett? Hol a Vili bácsi? Be ide nézett, és nem volt ott senki. A teremben zaj volt. Én itt játszottam a gyerekekkel. Persze, a Heli, aki ott ült mellettem, arra emlékezett a múltkori osztálytalálkozón, most már 30-valahány évesek, összejöttünk egy vendéglátóipari helyiségben, nem a kóval esköpésről beszélgetünk. A kis Henny arra emlékezett, hogy te emlékszel, amikor hullafáradtak voltunk, és kivittél minket bujócskázni történelmúra helyett. És persze ilyenkor még nekem kell bólogatni, hogy igen, hogy nem emlékezett. És nem ez volt a nagy szám, hanem hogy emlékszel arra, hogy jött az anyukám. És kérdezte, hogy hol a Vili bácsi. Érdekes, mindenki engem keresett a 80-as évek elején Magyarországon, ez tök jó. És nem ez a nagy szám, a Henny arra is emlékezett, hogy azt válaszolt az anyának, hogy nem tudom, elbújt. Na most, ezek azok a dolgok, amik ezt a fajta sorrendet esetleg megváltoztathatják, mert 20-30 év után erre emlékeznek. Mi van az érzések ablakrészben? Nem ússzák meg. Látom, el akarják passzolni. Írt valaki, hogy milyen érzései vannak? Van. Ha vannak érzései, igen, ennek örülök. Tehát ennek örülök. Azért örülök egyébként, a Magyarországon nagy keletje volt a zöld könyvnek. Az egy közgazdás szemléletű zöld könyv volt. És amikor azt megbíráltuk például a köznevelésben, én azzal a címmel írtam, hogy az érzelemmentes pedagógia. Abban én nem hiszem. Na mi van ott az érzésekben? Öröm. Örülök, hogy itt lehetek. Új ráébredések, tanárul által elmondott dolgok. Hát ez így péntekkel, ez egész jó, igen. De igen, és abszolút érdeklődés, tehát az, hogy az egész egy olyan új szemléletet nyújt most nekünk, pláne itt Ukrajnában dolgozó pedagógusoknak, hogy ez mindenképpen izgalmas, és szerintem ilyen érzéseim vannak. A világon mindenhol izgalmas elárulunk. Biztosan, gondolom. Képzeljük, hogy a Bécsi Egyetemen, hogy nézték a bécsi hallgatók ezt a Mozart szállé elérményeket, elképesztő volt. Érzések és ötletek. Ki mit visz haza? Ugye a kreatív kancler, az utolsó ablakrész. Tehát amikor vége, most már hamarosan vége ennek az egésznek, ugye kimennek, nem tudom mi a program, művénykáva és a többi. Ugye? Mit visznek haza? Én hadd mondjam. Na. Nekem rengeteg kérdésem volt közben, és én azt tanultam öntől, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy én ezt az ablakot mindig el fogom mondani az óra elején. És közben írogassanak, mert most bennem annyi minden ez nem egy tanulra ablak lesz, ez egy folyamatban az ablak. Jó, értem, én dráma talán vagyok,
be, és oh, az nagyon jó, tanító, és nekem ez nagyon nagy segítség az, hogy, mert valószínűleg a gyerekeimben is vannak ilyen keveredések, amikor nem értünk egyet és egyebek, hogy ők nekik adjak időt, hogy azt akkor lejegyezzék, mert én most annyi mindent akartam mondani, és most nem tudom hirtelen összeszedni. Ez egy kulcs szó egyébként, az utolsó feladat ezzelhez kapcsolatos, de nem ez lesz az igazi kulcsszavunk, ez az idő. Az a rendszer, az az oktatási rendszer, amelyik rohan. Beérkeznek a gyerekek az iskolába, és elkezd velük a pedagógus rohanni. Kb. Úgy, mint egy orosz partizán vezér, hogy rohan előre. Döbbenten néz hát, hogy van a csapat. Egyre több gyereket elhagyok. Tehát az egy dolog, hogy mi az én idő, mi az én tempom, és figyeljék meg, mielőtt az iskoláskorban érnek ezek a gyerekek óvodában, nem számít nekik az idő. Önfeledten játszanak. Tehát más idő felfogásuk van, mint amit a közoktatás rendszere közvetít, az meg rohan. Most nem érek rá válaszolni a kérdésedre, mert tovább kell menni. Ugye ez egy kulcs tényező, az idő. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy idő és a belsői válás. Mert amikor jönnek az elsősök, akkor ők még, akkor még más a tempó. És elveszük tőlük azt az időt, hogy belsővé váljon a tudás, hogy, hogy megtanulják a csendet, szemlélni a világot, és ez az idő kell ahhoz, hogy nekik kérdésük, és szerintem a motiváció valahogy ezzel nagyon összekapcsolódik. Abszolút igaza van, most leszúrom a pénteki csoportot. Mert hogy nem kérdezték meg, hogy mi volt a sárga csésze. De meg akartam. De akartam. Jó, ilyenkor már persze jó. Ilyenkor már ezért jó, persze, igen. Hát a kapok érte egy ötöst, aztán meg akarok kérdezni. Mert hogy azt elvallgattam a dolgot. A sárga csésze nem röpködött olyan gyakran a levegőben, mint a kérdés csésze. A sárga az volt, hogy nem értem. Fölemelte valaki a sárgát. Ott általában igazgatók voltak Angliából, 2000-ben ugye 1997 angol volt, egy kínai, egy holland, meg egy magyar. Hogy nem értem, és ezzel nem kell megsértődni, hogy mi az, hogy nem értem, hanem magyarázza el másképpen. Vagy világítsa meg néhány összefüggést. Mert ez a megértés, az, amit tetszik mondani, Leánykai nevén ülepedés, ugye? Ez a megértés, ez különböző időpontokban jön a euréka. Azt nem lehet így tapsa, hogy akkor most mindenki megértette, ugye megértettétek? De így működik. Mert különböző ritmusban értünk meg dolgokat. De a zölden nem kell állandóan feszegetni, ugye zöldet kaptam, mutassa a zöld csészét, azt az ember látja, érzi, mozdulatokból, pupillák állásából és így tovább a zöldet tudja. Valakinek be kéne jönni, itt egyre inkább motiválják magát, hogy jöjjön. Jó, most Vilmos, jó napot kívánok! Fogalá Isten! Oké, szépen. Vigyázz nekem, pszichológus! Három lépés távolság! Igen! Ja, bocsánat, még egyben, ami az érzésekben, hogy nagyon sok mindenben megerősített. Zenetörténelmet, zenei irodalmat tanítottam a főiskolán, és teljesen véletlenül, mondjuk így a odafigyelés által rájöttem, hogy ez a csoport szeret énekelni és tud énekelni. Az ismeretanyag leadása helyett végig énekeltük az órát, és ami megható volt, hogy ez az mostani, tehát a tavalyi harmadik év, hogy elérkezett a negyedikhez, úgy búcsúzott el, hogy azt, amit énekeltünk karácsonykor, ezzel búcsúzunk el. Ez a flow. Így van. Tanárul leült a gyerekek közé. Tehát ez tudja mindenki, hogy jó, de kell a megerősítés. Köszönöm. Megerősítésünkben abszolút, hogy háromféle megerősítés van. Tipikus szigorlat szituáció. Soha nem csináltam még ilyet egyszer, ez egy pszichológiai ügy egyébként. Ugye a pozitív megerősítés, azt szeretjük a legjobban, tehát hogy dicsérnek minket pozitív visszajelzésen, hálás dolog, hogy ez jó volt, együtt tanultunk, együtt gondolkodtunk, néha még kreatívak is voltunk, ez tök pozitív. A negatív megerősítésnek is néha van haszna, mert rámutat kritikailag a hibáinkra. Miben kell nekem fejlődni? De a legrosszabb, hogy a harmadik típus, amikor nincs megerősítés. És kihúzza a tételt a hallgatom, és nem jutott eszébe a megerősítésnek a három típusa. Néztük egymás szokás szerint, és eljátszottam neki, valamit elkezdett hebegni, habogni, hogy mondják, ez fapofa. Semmilyen megerősítést nem adtam, sem pozitívat, sem negatívat, sem szóban, sem non-kommunikatív eszközökkel.
És megjelentek fantasztikus pedagógiai dolgok, megjelentek a verejtékcseppek így a foglókán a hallgatónak, mert nem tudta eldönteni, hogy amit nekem mond, az jó vagy nem jó. Tehát hihetetlen ez a megerősítés ügy. Utolsó feladatuk, a koronája a mai napnak, hogy mi lehet e mögött a motiváció új értelmezése mögött, mi lehet a Stanfordi ablak mögött. A kulcs szó. Ez a szó emlékeim szerint eddig a mai napon egyetlen egyszer hangzott el. Nem többször. Vigyáztam magam be, hogy ne ismételgessek. Tehát mondhatja nekem a Pécsó, ugye pénteki csoport, mondhatjuk ilyen herbárti alapon, hogy addig senki nem megy ki a teremből, amíg nem mondják meg a kulcsszót, de ez ilyen kicsit herbárti volt, hogy mi lehet e mögött az egész kulcs szó? Van-e valakinek ötlete? Tehát, hogy a motiváció jó. Egy szó. Ez is egy jó visszajelző dolog, hogy egyetlen egy szó. Kulcs szó. Kinek mi van előtt? Hogy csapódott le? Hatékonyság. Hatékonyság? Még. A csendnek is van pedagógia. Na? Ennyi hatékonyság? Mi lehet a kulcs szó? Nekem játékosság. Játékosság? Nem kötelező, hogy az legyen a kulcs szó, ami nekem. Érzelmek. Gazdagodás. Gazdagodás. Fejlődés. Fejlődés. Egy kicsit. Egy kicsit behatárolt azzal, hogy azt tetszett mondani, és azt mondta, hogy még ma csak egyszer hangzott el, és hogy most főlapozta a 800 oldalas jegyzeteit, és kellett, hogy melyik egyszer van rajta. De jogos a két pont, oké. Okay. Picit egy, oké, okay. Kicsit kreativitás ellenes volt a logika. Jogos a két pont. Jó. Most ezt törőjük, és akkor itt elmondom. Hát persze, ilyen, tehát ilyen GPS volt, tehát írja be, hogy újszó és újra tervezés. Alázat, persze jönnek ezek az albetű szavak. Kedves kollégák, ez a szó, ami leggyakrabban szerepel, főleg az angol nyelven, ez a bizalom. A trust. Tehát a bizalom. Az nagyon kell a motiváció értelmezésében. A bizalmatlanság pedagógiájában nem lesz ablakrész, nem fogják elmondani a diákok kérdéseiket, mert nincs bizalom. És a bizalmat, ugye könnyű elveszíteni ezt a bizalmat, elég nehéz visszaszerezni, de a kulcs szó emögött a bizalom. Én nagyon köszönöm a meghívást, örültem, hogy együtt tanultunk, együtt gondolkodtunk, néha még kreatívak is voltunk, főleg amikor nem gyilkoltam meg a kreativitását. Én nagyon sok szakmai sikert kívánok mindenkinek, leginkább ilyen alázatban, attitűdben, akaratban gazdag életet. Én örültem tényleg, hogy itt lehettem, és hát tudják, az a kis pici dili az kell hozzá, tehát ezt meg ne felejtsék el. Köszönöm szépen, hogy